Lara az új év első babája Karcagon. Köszönet a helytállásért. Karcag fejlődik. Hajdú Szoboszló volt a legnépszerűbb az év végén. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 10-én 18 óra 5 perckor. A Kátai Gábor kórházban január 1-én 5 óra 25 perckor született meg az idei év első babája, a karcagi Kozma Lara. Kozmáné, Lampert Mónika és férje Kozma Lóránt nagyon várták kislányuk érkezését, aki 3320 grammal és 55 centiméterrel született meg, dr. Tajti Tamás szülész nőgyógyász segítségével. Az anyukának ő a második, párjának első gyermeke, árulta el a boldog édesanya telefonon, és azt is megtudtuk, párjával augusztusban házasodtak össze. Az anyuka családjában Lara a harmadik unoka, párjánál az ötödik, így nagy a boldogság mindkét családban. A mosolygós kislány fekete hajjal, sötétkék szemmel érkezett, akit az édesanya, kedves, segítőkész hat éves kislánya, Gréta is nagyon várt már. Az óvodás nővér kis húgát már most szeretné a karjaiba venni. Mónika úgy érzi, mostantól lett teljes a családjuk, és nagyon boldog, hogy az idei évet Lara érkezése már boldoggá tette számukra. Az édesanya a Szent Pál Marista általános iskolában volt kisegítő, férje pedig asztalosként dolgozik egy helyi faipari üzemben. A rendőrök, a tűzoltók és a mentősök egész évben fáradtságot nem ismerve dolgoznak az állampolgárokért. Szepessy Tibor polgármester az év utolsó napján ajándékcsomaggal köszönte meg helytállásukat, valamint további jó munkát kíván nekik és sikerekben gazdag boldog új évet. A Városházán sajtótájékoztatón jelentette be a már folyamatban lévő és az induló fejlesztéseket Szepessy Tibor polgármester és F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Nagy szeretettel köszöntjük a Karcag Televízió nézőjét Karcagon, és nagyon jó hírekkel szolgálhatunk a karcagiaknak és a Karcag környéki lakóknak, hiszen soha nem látott mértékű fejlesztések, beruházások valósulnak meg Karcagon az elkövetkezendő időszakban. Néhány már el is kezdődött, van, ami a tervezés szakaszában van, van, ami talán január-február folyamán elkezdődik, és van olyan, amelyik tavasszal már be is fejleződik. Olyan mennyiségű beruházás, fejlesztés, amelyre nem volt példa az elmúlt 10, 20, akár 30 évben sem. Szepessy Tibor polgármester úrral együtt hozzákezdtünk ezekhez a tervezésekhez. Nagy segítségünkre volt Varga Mihály pénzügyminiszter úr, az önkormányzat, Fazekas Sándor miniszter úr, tehát a karcagi csapat összeállt, a karcagi csapat munkájának megvan az eredménye, és azt gondolom, hogy minden karcagi örülni fog azoknak a fejlesztéseknek, amik az elmúlt, vagy elkövetkező hónapokban és az elkövetkező években Karcagon meg fognak valósulni. Üdvözlöm a televízió nézőket, valóban nagyon sok olyan beruházás kezdődött el, és kezdődik a jövő év elején is el, amelyet már testületi ülésen, illetve különböző médiákban bejelentettünk, de azt gondolom nem árt, hogyha végigmegyünk ezeken a fejlesztéseken és lehetőségeken. Kezdjük a legnagyobbal, hiszen egy olyan sportcsarnok beruházás került nem olyan régen sajtótájékoztató keretében bejelentésre, amely Karcagváros sportéletét, de akár mondhatom azt, hogy turisztikai és gazdasági életét is hosszú távra, évtizedekre meg fogja határozni, hiszen ez a sportcsarnok fejlesztés nem csak egy sportcsarnok, hanem egy olyan multifunkcionális épületnek a Karcagra történő felépítését jelenti, amely több szinten is segíteni fogja a városban és a város környékén élőket. Nyilván a legfontosabb feladata a sport, de emellett olyan kulturális és gazdasági rendezvényeket is meg lehet tartani, amely azt gondolom, hogy mind az itt élők, mind pedig a járás, sőt talán egy kicsit távolabb megyünk, akkor a megye életét is befolyásolni fogja. Nem állunk meg ezekkel a sportfejlesztésekkel, hiszen a Ligetúti sporttelep is egy komolyabb beruházás keretében fog megújulni,
Itt sem kizárólag a labdarúgás az, ami célja a fejlesztésnek, hanem egy olyan sportlétesítményt szeretnénk létrehozni, amely több sportág, elsősorban a verseny, de emellett a szabadidő sport, a szabadidő eltöltésének aktív kedvelőit is teljes egészében meg fogja mozgatni. Ez az a szintér, ami egy óriási fejlesztésen fog keresztül menni, a szabadidős fejlesztések tekintetében, hiszen nem csak a ligetúti sportpálya, hanem a mellette lévő területek, így az erdei tornapálya és a hozzá kapcsolódó erdőrészletek, illetve ha egy kicsit visszább jövünk, akkor a fürdő előtti Erzsébet liget is teljesen meg fog újulni. Elindul a milánói pavilon építése, amely várhatóan másfél éven belül be fog fejeződni, illetve a mellette lévő további fejlesztések, a parkosítás, elkészült már ugye a kerékpáros pálya, amely várhatóan jövő év elején kerül a nagy közönség számára átadásra, de itt kerül kialakításra az a játszótér is, amelynek jelenleg a közbeszerzési eljárása folyik, és amely a környék, a járás talán legnagyobb játszótere lesz. Tehát ezek azok a fejlesztések, amelyek a sportéletet, a szabadidős sportolási tevékenységet, a kulturált játék lehetőséget, a családok mindennapjainak pihenését fogja szolgálni több területen, ahogy mondtam, hiszen az egyik az Erzsébet liget és a ligetúti sportpálya, a másik pedig a sportcsarnok, amely a Tesco mögötti területen közvetlenül a Szent Annai Református Középiskola szomszédságában fog megvalósulni. Aki Karcagon jár, az láthatja, hogy nagyon sok minden megújul a városban, hiszen parkolók épülnek, kerékpárutak, új kerékpárutak épülnek, és a régieket felújítjuk. Már folyik a Madarasi úti kerékpárút felújítása, és 20 évvel ezelőtt épült meg a Kisújszállási úti kerékpárút. Erre már igazából ráfér egy nagyobb karbantartás, egy nagyobb felújítás, és a jövő év elején a Kisújszállási úti kerékpárút teljes mértékű felújítása is megtörténik, az egyik legnagyobb forgalmú kerékpárút a városban, és mindenképpen ráfér 20 év után egy teljes körű felújítás. Közlekedési fejlesztéseknél nem állunk meg a kerékpárutak építésével, felújításával, hiszen látjuk azt, hogy szükséges a közúthálózat rendbetétele is, tehát azokat az utakat, amelyek rászorulnak arra, hogy felújításra kerüljenek, természetesen fokozott figyelemmel kísérjük, ezeken el fogjuk végezni a legfontosabb útfelújításokat. De a legfontosabb azoknak a parkolóknak az elkészítése, amelyek a közlekedés biztonságot, a város lakók kényelmét fogják szolgálni. Így folytatjuk azt a parkoló felújítási programot, amelyet ebben az évben elkezdtünk. Várhatóan meg fog épülni először a posta melletti kerékpáros és autósok számára is nagyon fontos parkoló, amely a katolikus templommal szemben fog megépülni. Folytatni fogjuk a városháza körüli parkolóknak a kialakítását, illetve a piac környékének rendbetételét, hiszen a kerékpárút megépítésével az ottani parkolók is átépítésre, kialakításra szorulnak. Folytatni fogjuk a zárt kerti utak elkészítését, hiszen nagyon sok területen azok az útalapok, amelyek a kertek megközelítését szolgálták, tönkrementek, tehát mindenképpen ezeket az utakat javítani szeretnénk. Egy másik pályázatnak köszönhetően az északi és a déli város részen is útalappal fogjuk ellátni azokat az utakat is, amelyeket ebben az évben még nem sikerült befejezni. Természetesen az ez évben elkészülteket pedig felül fogjuk vizsgálni. Ez azt fogja lehetővé tenni, hogy mind az északi, mind a déli város részen a házhoz menő kukás szemét szállítás a jövő év elején, várhatóan legkésőbb május végére meg fog valósulni. És hát örömhír, és nagyon sokan vártuk Karcagon, hogy beinduljanak a munkahelyteremtő beruházások. A négyes út mellett, amelynek az átadása a Szolnoki elkerülő szakasz valószínű, hogy jövő év februárjában megtörténik, már 40 km távolságban lesz Karcagtól a négyes számú főút, négy sávos főút, Budapest megközelítése sokkal gyorsabb lesz. És hát a karcagi szakasz mellett már láthatják a Napelem Park, szinte teljes mértékben elkészült, a Penny Market, azaz a Reve raktárbázisa duplájára nő, itt is lassan befejeződik a beruházás, és látható, hogy az Agrosprint egy hatalmas beruházást végez, a 4-es és a karcagiak által ismert Sistak
közötti szakaszon. Karcag a munkahelyteremtő beruházások után nem csak kulturális sport, hanem erős gazdasági központjává válik a térségnek. A város körzeti képviselőivel egy olyan programot dolgoztunk ki, és legutóbbi testületi ülésünkön ezt az önkormányzat egyhangúan meg is szavazta, amellyel a szennyvíz rákötéseket szeretnénk segíteni. Több évvel ezelőtt már volt hasonló program, ennek alapján és a jelenlegi gazdasági helyzetünket, a költségvetésünket alapul véve sikerült megoldanunk azt, hogy mindenki, aki a szennyvíz gerinc hálózatra szeretne rákötni, annak egy kedvezményes konstrukció került kidolgozásra. Ez azt jelenti, hogy egy 50 ezer forintos kezdő befizetéssel, amely egy gerincvezeték hozzájárulást jelent, 200 ezer forint további költséggel minden háztartásba be tudjuk vezetni a szennyvizet. Ehhez az szükséges, hogy az utcák építőközösségé álljanak össze, azokat a pénzügyi forrásokat összeszedjék és egy közös számlára fizessék be, amelyből ezeket a beruházásokat fedezni lehet. Tehát minden egyes háztartás 250 ezer forintért tud rákötni a szennyvíz hálózatra. Természetesen azok az utcák sincsenek elfelejtve, ahol még nem épült meg a szennyvíz gerincvezeték, hiszen az elkészült engedélyes terveknek, amelyet egy pályázatból sikerült finanszíroznunk, lehetőséget biztosítanak arra, hogy további állami, kormányzati támogatáshoz jussunk, és ebből tudjuk fedezni mind a hiányzó gerincvezetékek megépítését, mind pedig a szennyvíztelep felújítását. Én bízom abban, hogy ez a támogatás Karcag részére meg fog érkezni a következő évben. Ez azt jelenti, hogy olyan szennyvízhálózattal tudunk majd rendelkezni, amely minden igényt kielégít. Természetesen nem csak a szennyvízhálózatunkat szeretnénk fejleszteni, hanem a közvilágítást is. Erről is döntött a képviselőtestület a legutóbbi ülésén. Itt is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek megtakarításra adnak lehetőséget a jelenleg elavult közvilágítással kapcsolatban, és ezekből a megtakarításokból tudjuk fedezni későbbiekben a közvilágítás korszerűsítését. A tárgyalások előre haladottak, én remélem, hogy a jövő év elején ez a korszerűsítés is megkezdhető lesz. Karcag nevében, valamennyi lakó nevében szeretném megköszönni azt a támogatást, amely az előbb is felsorolt beruházások kapcsán Karcagra érkezett. Köszönöm a magyar kormány támogatását, köszönöm képviselő úr segítségét, miniszter úr, miniszter urak támogatását, hiszen enélkül a támogatások nélkül Karcag nem léphetne arra az útra, amelyet bő egy évvel ezelőtt kijelöltünk magunknak, hiszen az volt az elképzelésünk, hogy az elkövetkező években, évtizedekben Karcagnak fejlődnie kell. Köszönjük szépen a támogatást! Nem csak Karcag városa erősödik, hanem a magyar gazdaság is. Így lehetőség van arra, hogy a jövő évben minden nyugdíjas megkaphatja a 13. havi nyugdíjat, a gyermeket nevelő családok a személyjövedelemadó visszatérítést kapják meg. Jövő év februárjában a fegyveres testületek a féléves fegyverpénzt, és azt látom, hogy a béremelések, a juttatások szempontjából Magyarország előre halad, és nem hátra. Én kívánok minden karcaginak, minden magyarnak áldott békés karácsonyt, és sikerekben, egészségben gazdag, boldog új esztendőt. Évvégén Budapest, Eger, Gyula, valamint Szeged, Hajdúszoboszló, Siófok és Pécs is szerepel a legnépszerűbb belföldi úti célok között. A legnépszerűbb Hajdúszoboszló volt. A régiós bontásban továbbra is Észak-Magyarország emelkedik ki. A térségben Eger, Miskolc, Tapolca, Eger, Szalók, Miskolc és Szilvásvárat fogadja a legtöbb vendéget. Gyógyvize miatt Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb régió szinten a szabadszálláshelyek száma. December 30-án már csak alig 2% volt. Hát hál' Istennek megtelt a szállodánk, de ez nem egy egyszerű történet volt, hiszen egy héttel ezelőtt még körülbelül egy 60%-os kihasználtsággal voltunk, de itt karácsony után az utolsó pillanatban, amikor gyakorlatilag nyilvánvalóvá vált, hogy meg lehet tartani a szilveszteri rendezvényeket, beindultak a kedves vendégek, és hál' Istennek teltházzal megyünk. Gyakorlatilag mi all-inkluzívos ellátást biztosítunk a szilveszter éjszakáján a kedves vendégeknek, de itt lesz a selfie fotósaroktól kezdve a
évvégi jósláson keresztül, tehát tenyérjóslás, tarotkártyából történő jóslás, szakszofonos hölgy fogja még emelni az estnek a fényét, és hát természetesen az élőzenés mulatság az nem maradhat el. A vendégeink 90%-a belföldi, 10% pedig olyan határon túli romániai vendégek, akik gyakorlatilag évek óta járnak hozzánk. A közlemény szerint az átlagos foglalási érték 85.072 forint országos viszonylatban. Egy személynek egy éjszaka pedig átlagosan 9.722 forintba került. Legtöbben az érintettek 42%-a két éjszakás pihenést választ. Három éjszakára a foglalások 28%-a, egy éjszakára pedig a foglalások 18%-a szólt. Szívesen töltjük az időnket szilveszterkor szállodában. Kényelmes, kiszolgálnak minket, Hajdúszoboszlóra visszajáró vendégek vagyunk, a termálvizet nagyon szeretjük, úgyhogy szívesen töltjük itt. A szállás típusok közül az apartmanok vezetnek. A foglalások 31%-át birtokolják. A vendégek 26% a hotelben, 23%-uk vendégházban, 16%-uk panzióban, 4%-uk pedig egyéb szállás típusban köszöntötte az új évet. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!